tud faragni. Johnny Herbert mellett jön el. Ralf Schumacher a szélegyenesben vajon ki tudja-e fékezni? És neki csapódik a falnak Johnny Herbert. A legveszélyesebb pontja a pályának Herbert. Megúszta. Megúszta. Kerék a keréknek csapódott. És abban a pillanatban körülbelül 300 km per óra sebesség fölötti tempóval mentek a versenyzők lassítás nélkül, amikor is egymáshoz ért a két kerék. Ez az egyik legmelegebb pillanat volt versenyben az elmúlt években. Én mindenesetre úgy látom, hogy Ralf Schumacher húzott egy kicsit rá Johnny Herbertre, de hát az igazság, hogy mind a ketten biztos, hogy hibásak, mert távolabb is kerülhetek volna egymástól. Senki nem mondta, senki nem kényszerítette őket arra, hogy egymást érjenek, egymáshoz rohanjanak.